nekem, mint szociális államtitkárnak felelősségem, hogy elrendeljem a vörös kód riasztást. A kormány a krízis időszakban megerősítette a szolgáltatási rendszert, hiszen a 9600 átlagosan meglévő férőhely mellé további 1500 férőhely megnyitásáról döntött, és ehhez finanszírozást is biztosította. Ezt Cibere Károly, a szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár jelentette be pénteken Budapesten. A vörös kód azt jelenti, hogy a héten nem lesz 0 foknál melegebb, erős szél és havazás várható. Nyíregyházán az éjszakai melegedőben 130-an voltak az elmúlt éjszaka. Az éjjeli menedékhelyen akár 150 főt is el tudunk helyezni, fel vagyunk rá készülve pótágyakkal, meleg ruhákkal, takarókkal, illetve hogy az ellátottaiknak, akik segítséget kérnek, azoknak az ellátását is biztosítjuk. Vörös kód idején működik egy jelzőrendszeri hálózat is. A Periféria Egyesület, az önkormányzat, a rendőrség és a mentők közösen dolgoznak azért, hogy a hidegben senki ne veszítse életét. Ehhez nem csak az éjszakai és nappali melegedő nyújt segítséget. A nappali melegedőhöz csatlakozik a népkonyhai szolgáltatás, ahol naponta ilyenkor 160-180, ha nagyon hideg van, még 200 adag ingyen ebédet is osztunk azoknak, akik rászorulnak, hogy a fizikai állapotuk se romoljon le azoknak, akik hát a hideggel ilyen módon küzdenek. Az intézményvezető hozzátette, az ellátás csak akkor tud jól működni, ha megvan a közösségekben az egymásra figyelés képessége is.